Létezik-e ellenjavallat a COVID-19 elleni védőoltásra a szív- és érrendszeri betegségek esetében? Dr. Deák Éva kolozsvári kardiológus főorvost kérdezem a témában. Jó napot kívánok, doktornő! Jó napot kívánok! Doktornő, itt van akkor már is az első kérdés, ugye, hiszen az oltás kampány legelején az volt, hogy a krónikus betegségben szenvedők, amelyek közé oda tartoznak ugye a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők is, előnyt élvezhettek, ami az oltást illette. Éltek-e az ön páciensei ezzel a lehetőséggel, vagy kevésbé? Igen, legtöbben éltek. Szerintem a betegeink 80%-a él a lehetőséggel. És mondjuk visszajelzésekre is kíváncsi lennék, hogy abban az esetben, hogyha nem, és bizonyára önök orvosokkal találkoznak mindenféle esettel, aki nem, mire hivatkozva nem kérte az oltást? Aki nem, elsősorban attól félt, hogy túl idős. Ez nem kifogás, mert az idősök az elsők a veszélyeztetett listáján. Tehát 65 éven felül már veszélyeztetett az ember, még akkor is, hogyha nincs krónikus betegsége. Úgyhogy az időskor nem egy ellenjavallat. Egy másik gyakori elképzelés az volt, hogy én nagyon beteg vagyok, hogy én magas vérnyomásos vagyok. A magas vérnyomás is a krónikus betegségek listáján a legelső helyet foglalja el. Tehát ez pont azért köteles, vagy jó lenne beoltani magát, mert magas vérnyomásos valaki. Másik elképzelés az volt, hogy szívelégtelensége van, vagy asztmája, tehát pont azért, hogy szívelégtelensége van, meg asztmája van, súlyos betegségnek van kitéve, tehát annál is inkább jó, hogy beoltsa magát. Egy megint gyakori dolog az volt, hogy viszere van, trombózisa volt, vénás elégtelensége van, és emiatt félnek beoltatni magukban. Hogy nehogy esetleg trombózis veszély álljon fenn oltás után. Ez ki van zárva, tehát az oltás nem okoz trombózist, viszont maga a COVID betegség az okoz trombózist. Tehát annál is inkább be kell nekik oldani magukat. Hogyha jól értem, akkor maga az alapkérdés, doktornő, amit ugye megfogalmaztam itt a felvezetőben is, hogy létezik-e ellenjavallat azok számára, akik bármiféle szív- és érrendszeri megbetegedéssel küzdenek, létezik ellenjavallat, vagy mindenki oltathatja magát? Mindenki oltathatja magát. Sokan attól ezt még hozzá szeretném tenni, hogy azok, akiknek antikoagulás kezelésük van, véralvadásgátló, annak idején, mikor bevezették ezt, azt mondták, hogy nem szabad intramuszkuláris injekciót kapni. De az oltást jelzem, be lehet venni, sőt be kell venni, és nem kell megszakítani a véralvadásgátlót. Tehát egyáltalán nem kontraindikált azoknak sem. Megértettem, de hogy arról is beszéljünk esetleg, ugye a véralvadás gátló szedése sem, hogy mondjam, az sem egy negatívum arra vonatkozóan, hogy esetleg nem megkapni az oltást, azok is megkaphatják, ezek szerint, amit a doktornő mond, de hogy ott vannak például az akut betegségek, erről is beszéljünk egy picit, hogy akut betegség esetében tegyük fel szívizomgyulladás esetében, vagy bármi, de a doktornő fejtse ki ezt jobban, lehet azonnal, vagy későbbi időpontban, hogy van az? A szív-izomgyulladás nem annyira gyakori. Tehát ez egy ritka betegség, ez egy akut betegség, általában vírus okozza. Egy valaminek vírusnak a következménye. Maga a COVID is okozhat nagyon gyakran szív-izomgyulladást és szív-hártyagyulladást. Ilyen esetben, ha akut betegségünk van, akkor azt meg kell várni, hogy ez lecsengjen, hogy ez elmúljon, és azután lehet az oltást bevenni. Akkor nyilván kardiológiai vizsgálatra van szükség azelőtt, és a kardiológus utána megmondja, hogy mikor lehet. Ugye nagyon sokszor beszéltünk már eddig is a műsorainkban arról, hogy a krónikus betegségben szenvedők mielőbb oltassák be magukat, hiszen ugye ez az eddig ismert leghatékonyabb módszer a COVID-19 ellen. Van-e
tapasztalata vagy visszajelzései akár a doktornőnek arra vonatkozóan, hogy azok a páciensek, akik beoltották magukat, hogy érezték magukat utána? Oltás után, tehát ha arra gondol most, hogy milyen mellékhatásaik voltak esetleg? Pontosan, vagy, hogy a betegség... ha voltak, igen. Csak az átlagos mellék, az általános mellékhatások voltak. Hogy fájt a válluk, vagy itt, ahol bekapták az oltást, hogy enyhe hőemelkedés, hogy enyhén levertség, de semmi komoly, tehát az alapbetegségüket nem befolyásolta. Megértettem. És akkor térjünk vissza azokra a tényezőkre, amik gyakorlatilag ugye a krónikus szíves érrendszeri megbetegedést jelentik, mint például a magas vérnyomás. Nagyon sokaktól hallottam azt, hogy azért nem akarom az oltást, mert hogy utána magas vérnyomás, a magas vérnyomásom még rosszabbodni fog. Hogy van ezzel? Igen, ezt nagyon sokan így gondolják, és ettől félnek, de be van bizonyítva, hogy nincs köze a vérnyomás értékekhez, a vérnyomás emelkedéshez. Nyilván az ember fél állandóan mérje a vérnyomását, akkor a stressztől is esetleg fölmegy néhány egységet, de maga az oltás nem hat a vérnyomás értékeire. Megértettem, a trombózis esete, ugye, az is egy krónikus betegségnek számít, hogyha valaki trombózisos megbetegedésben szenved, akkor gondolom, ugye, hogy véralvadás gátlót is kell neki szednie, tehát azt már az előbb tisztáztuk, hogy ez esetben is lehet oltani. Nem is csak, hogy lehet, hanem kötelező, mert ha egy ilyen beteg elkapja a COVID betegséget, a fertőzést, akkor nagy esélye van, trombózis, sokat különböző helyen trombózis állhat elő, mert ez a COVID-nak az egyik jelen vonása, hogy trombózisokat okoz különböző helyeken. Amúgy összességében mi a doktornőnek a tapasztalata, ami az oltást illeti, meg az oltás kampányt illeti? Hol rontottuk el? Hol, azért kérdezem így, hogy hol rontottuk el, mert talán közösségileg rontottuk el. Mi a hiba ebben? Szerintem nagyon jól kezdődött minden. Én azt hiszem, hogy egyszerűen kommunikációs probléma van. Tehát sokkal több olyan személy jelent meg a médiában, aki ellene beszélt, és azok a specialisták, akik tényleg pozitívan kellene informálják korrektül a betegeket, azok lehet, hogy nem eleget jelentünk meg. És mindenki, minden orvos személyre szabotta minden beteggel külön meggyőző munkát, illetve nem is meggyőző, hanem informáló munkát kellene végezzen. Egyszerűen egy kommunikációs problémának látom. Mert az infrastruktúra megvan, a vakcina megvan, jó minőségű és ingyenes, életeket ment, úgyhogy egyszerűen kommunikációs probléma. Most arra, hogy a vakcina megvan, nagyon sokan azt mondják, hogy igen, de túl hamar megjelent a piacon, ami azt jelenti valószínűleg, hogy nincsen jól kidolgozva. Nagyon sokan ugye itt a közösségi médiában olyan hozzászólásokat írnak, hogy mi lennénk a kísérleti egerek, hogy rajtunk kísérletezik ki most ezt az oltást. Mi lenne a doktornő válasza számukra? Hát a tavaly egész évben csak azt hallottam, hogy miféle orvostudomány ez, hogy képtelen egy vírus ellen kidolgozni egy oltást. Na ugye bár most megvan az oltás, ráadásul ingyenes is, most az a probléma, hogy túl hamar megvan. Miért lett meg ilyen hamar? Azt kell mondanom, hogy több tíz év munkája van a vakcina háta mögött. Nyilván egy vadonatúj vírus, tehát egy vadonatúj oltás kell rá. És maga a technológia is teljesen új, amit Karikó Katalin biotechnológus és Weissmann, dr. Weissmann immunológus 2012-ben már szabadalmaztattak nem az oltást, hanem a technológiát, amivel gyártják. És ezt vásárolták meg a BioNTech, meg a Moderna, és ennek alapján mind a két mRNA típusú oltást gyártják. Tehát nagyon sok év és több tíz év munka kutatás van a háta mögött. Nagyon értékes, és szerintem a Nobel-díj várományosai a következő években nyilvánvaló módon a vakcina felfedezői. Úgyhogy nagy előnyünk, nagy szerencsénk van,
hogy ezt az oltást egyáltalán ki lehetett dolgozni, hogy le lehetett gyártani, és mi élhetünk vele. A doktornő mit tanácsol nem csak az ön pácienseinek, de arra is kíváncsi lennék, hogy azok a páciensek, akik bejárnak ugye a doktornőhöz ellenőrzésre akár, mit mondanak amikor? Tehát, hogy mi volt a legmerészebb gondolata egy-egy páciensnek, aki nem akarta magát beoltatni? Ja, hogy miért nem? Hogy miért nem? Hát... szerintem inkább attól félnek, hogy nehogy rosszabb tegyen nekik az oltás. Ja, hogy félnek. És erre én nagyon prozaian azt szoktam kérdezni, hogy fél az oltástól? Igen. És mondom, hogy a haláltól nem fél. Hát a Covid-tól meghalsz, az oltástól nem halsz meg. Max fog fájni a kezed, vagy valami ilyesmi bajod lesz. Most az egyedüli egy... komoly dolog, amire tényleg oda kell figyelni, ha valakinek nagyon súlyos allergiás problémája volt, anafilaktikus sokban volt része korábban, akkor, ez nem azt jelenti, hogy nem veheti be az oltást, de olyan körülmények között kell beoltatni magát, ahol klinikai felügyelés van, felügyelet van. Tehát nem fog majd a kocsiba bekapni, a drive-thru-ba bekapni az oltást, nem oda megy, hanem az egyik klinikára, megmondja, hogy neki milyen előzményei vannak, fognak egy granulát behelyezni a vénájába, és ha valami előáll, ez az anafilaktikus reakció, ami az első percekben azonnal jelentkezik, akkor rögtön ott van egy orvos, és beavatkoznak. Van felszerelés, és beavatkoznak. Nekem több ilyen betegem volt, aki allergiás, és bekapta az oltást, nem volt semmi. Nem volt semmi probléma. Nagyon jó, hogy szóba hozta a doktornő az allergia kérdését, hiszen én is hallottam olyat, hogy azt mondta valaki, hogy de igen, de mi a garancia arra, hogyha megkapom az oltást, utána éjszaka, hogyha rosszul leszek, vagy másnap jön elő az allergiás roham, allergiás tünet, ez reális félelem, reális veszély? Tehát ha valaki allergiás, akkor azonnal, ez a súlyos allergia azonnal jelentkezik perceken belül. És ezért lehet, hogy nem 10-15 percet, hanem fél órát fogják figyelni. De azután nincs probléma. Tehát az ilyen súlyos allergiás dolog akkor jelentkezik. Ha esetleg valami díszket és valami könnyebb akármi jelentkezik, az elmúlik egy antiallergikus tablettával. De ami igazán életveszélyes lehetne, az úgynevezett anafilaktikus sok, de az jelentkezik az első percekben, és orvosi felügyelet alatt simán ebből helyrehozza. Megértettem, és akkor így a beszélgetésünk végén azért csak szeretném, hogyha a doktornőnek lenne egy üzenete a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkhöz, ön ugye kardiológus lévén, mit ajánl nekik? Hát, hogyha elmondja azt, amit a telefonbeszélgetésünk kor is mondott, hogy mit kell nekik csinálni azonnal és futólépésben, hogyha nem, akkor majd elmondom én, kérem. Igen, hát azt mondtam, hogy a szívbetegek, azok futó lépésbe kellene menjenek az oltásra, és boldogok kéne legyünk, hogy létezik az oltás. Egyrészt, mert megvéd a súlyos esettől, megvéd a haláltól ilyen szempontból, élet és halál között tesz különbséget. És ez így van. Egyrészt saját magunkat védjük a súlyos betegségtől és a haláltól, másrészt a környezetünket is, mert hogyha mi megbetegszünk, a környezetünket is megbetegítjük, a közeli környezetet, a családot, ahol maszk nélkül ülünk, beszélgetünk, eszünk, együtt vagyunk, és nem utolsó sorban a közösséget, tehát részt vállalunk a társadalmunknak, a közösségünknek a közös erőfeszítéséből, hogy valahogyan túl legyünk ezen a világjárványon, és a krízisen, ami minden szempontból vele együtt jár, és évekig eltarthat. Azt hiszem, hogy ennél jobb üzenet nem is kell, szakorvos mondta azt az üzenetet, és akkor csak ismételni tudom, hogy mindazok, akik szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvednek, futólépés. Nagyon szeretem ezt a kifejezést. Köszönöm szépen, doktornő, hogy a rendelkezésünkre állt, és mindezekről beszámolt. Nagyon fontos volt a szakorvos véleményét hallani a témában. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget és a meghívást.